Szia, hello, üdvözöllek! A tegnapi videómhoz érkezett szerintem sok hozzászólás. Mindenkinek köszönöm szépen, hogy hozzászólt. Teljesen mindegy ebből a szempontból, hogy támogatott-e, vagy egyetértett a véleményemmel, egyetértett velem, vagy nem értett egyet, más gondolt, más mondott, vagy humorosra vette a figurát. A lényeg az, hogy hozzászólt, véleményt nyilvánított, vagy egyáltalán vette a fáradtságot, tehát ezért köszönet jár mindenféleképpen. Fontosnak tartom, hogy attól, hogy nem értek vele egyet, attól még én tiszteletbe tudom tartani az ő véleményét, és erre kérlek titeket is, hogy attól, hogy egy másik embernek más a véleménye, mint a tiétek, attól még ne haragudjatok ő rá, azoknak, akik nem értettek egyet velem, szintén ezt kérem, hogy természetesen fogadják el, hogy nekem meg ez a véleményem, és ne legyen ebből érzelmi probléma, ne haragudjanak rám se, meg másért se, nincs értelme a haragnak. Köszönöm annak az ismeretlen hölgynek, aki rám írt és támogatásáról biztosított, és köszönöm annak az ismerősnek, aki felhívott telefonon és szintén a támogatásáról biztosított. Sokat jelentett számomra. A továbbiakban is azt gondolom, hogy ha jövök, megyek, látok valamit, akkor csinálok róla egy videót. Mi is történt még? Hát én arra gondoltam itt a tegnap este, olvasgatva a hozzászólásokat, hogy én ma reggel elmegyek, és megnézem, hogy tulajdonképpen mi is mi a helyzet ott reggel ezzel a gyalog átkelő helyen. Talán a legfontosabb, hogy ott láttam, mire odaértem, 4-8 körül, ott állt egy polgárőr, aki a zebránál áldogált és segítette a átkelőket. Ezért külön köszönet a polgárőrnek, illetve a polgárőrségnek, hogy ilyet tesznek mindannyiunkért. A tapasztalat az, hogy körülbelül 5 felnőttet és 5 gyereket láttam, akik át szerettek volna kelni ezen az ebren, és vagy nem tudtak, vagy csak korlátozásokkal. Körülbelül ennek a 10 embernek az egyik fele, körülbelül 5, az tovább haladt a Bartók Béla úton a főtér felé, és ott kelt át az úton egy olyan 10-15 méterre. A másik fele meg a Bartók Béla útnak azon a szélén, ahol nem tudott a járdán menni, ott az út mellett haladt tovább. Egyik sem igazán jó megoldás. Tehát nem állítom, hogy konkrét balesetveszély volt, de azért jobb lett volna, ha zebrán tudtak volna áthaladni. Még annyi történt, hogy miután, 8 óra után véget ért a megfigyelésem, én oda mentem a munkásokhoz, és próbáltam, pontosabban kerestem a főnököt, hogy lehetőséget adjak neki arra, hogy elmondhassa a véleményét, hogy miért is alakult ez így, vagy mi történt, hogy megismerjük. Sajnos a főnök nem volt ott, nem tudom ki ő. Ha ismeritek és akar nyilatkozni, akkor természetesen lehetőséget adok neki erre is. Én így többé-kevésbé ezt a ügyet lezártam, a srácok ott azt mondták, hogy ma ez a darabka járda el fog készülni, úgyhogy remélem, hogy akkor ma délutánra ez a probléma is megszűnik, minden visszáll a eredeti rendbe. Tegnap azért készítettem még egy-két videót, azokat majd egy külön videóban a Facebook oldalamon, illetve a YouTube csatornámon meg tudjátok nézni, azok már talán nem lesznek ilyen megosztók, felkavarók, teszem hozzá, sajnos. Köszönöm a figyelmedet. Szervusz!